26 éve nem látott esőzés volt május közepén az országban. Míg egyes helyeken a gátak átszakadásának megakadályozásáért küzdöttek a lakók, addig Nagyatádon és környékén jól vizsgázott a csatornahálózat. A nagy mennyiségű csapadék miatt a Rinya patak kilépett medréből, és a csónakázótó vízszintje is jelentősen megemelkedett. Május 15-én 43 mm, május 16-án 60 mm csapadék hullott a környéken. Ezeken a napokon több mint 10 cm eső esett, mely nagyon ritka a térségben. A Rinya 210 cm-en tetőzött, s a valaha mért legmagasabb vízállás 223 cm volt, tudtuk meg a szakemberektől. A napsütésnek köszönhetően folyamatosan apad a patak vízszintje, mely lassan visszahúzódik saját medrébe.